Sziasztok! Ma a klónparancsot fogjuk megtanulni. Ezzel egy teret lehet átmásolni egyik helyről a másikra, már mondtam az előző videóban. Tehát mondjuk azt mondom, hogy én ezt a négy blokkot átrakom ide, vagy átmásolom. Most egyponyozva vagyunk, itt már van áthelyezés is. Mondjuk ez csak egyponyozva meg ilyen parancs, szóval max ha snapshotot használtok, akkor nincs még áthelyezés. Lehet egy blokkot is átmásolni. Lehet. Meg lehet sokat. Jó, szintaktika. Van. Na, hát igen, jó sok koordinátát meg kell adni. Először ki kell jelölnünk azt a teret, amit szeretnénk átmásolni. A fill-clockhoz hasonlóan két sarkot kell megadnunk. Ezt most nem fogom újra elmagyarázni, nézzétek meg azt a videót, ha nem értitek, hogy kell két sarkot kijelölni. Aztán pedig ez a sima XYZ, ami nem sorszámozott, ez a helyet adja meg. Pontosabban annak a helynek itt ha ezt a koordinátát nézitek, akkor a nullához legközelebbi, de ez világosabb lesz, ha mutogatom. Nem is tudom, nehéz ezt elmondani, hogy kell érteni, de nem olyan bonyolult. Aztán van egy mód, ezt majd megmutatom, olyasmi, mint az old block handling, hogy itt is többféle mód van. És még lenne egy mód 2, meg egy tálném, de azt valamiért nem írja ki, nem baj. Kíváncsi vagyok, hogy a kód kiegészítő ismeri-e. Jó, akkor szintén command blokkozok, nem tudom milyen hosszú lesz. És akkor az egyszerűség kedvéért először csak egy blokkot másoljunk. Teszem azt, ne követ, hanem ami érdekesebbet, mondjuk egy ládát, amiben van valami. Értemszerűen megy vele az is, ami benne van. Tehát, ugye klón. Aztán a tér, amit szeretnék. Az egyik sarka fölötte lévő, a másik sarka pedig, hát szintén a fölötte lévő egy blokkot másolunk. Jó, jól írtam. Oké. Akkor most jön az, hogy hová rakja. Mondjuk ide. Ide, ahol most a vasblokk van. Ugye mondtam, hogy lehet használni abszolút relatív koordinátákat, lehet használni őket vegyesen is. Most itt csak relatívat használok, mert az egyszerűbb. Megnézem, ugye a setblocknál mondtam, hogy kell leolvasni ezt a koordinátát, vagy ezt a koordinátarendszert. A piros az X, és jobbra, mondjuk így már nem jobbra, hogy mondjam. Tehát a meccéspont felé az a negatív irány, tehát X minusz 1, 2. Na. Most jön az a három hullámvonal, hogy hová rakja le. X minusz 2 mondom. És ott van a láda. Tehát az első 6 szám, vagy első 6 koordináta, hogy mit, és a második 3, hogy hová. Itt egy blokknál ugye azt a blokkot adom meg, így egyszerűbb. Az MBT-t is másolja, amit mutattam. Jó, nagyon jó. Akkor jelöljünk egy nagyobb területet. Mondjuk itt már nem ládát fogok használni, hanem a kedvencemet, a követ. Egy ilyet. Így, egy ilyet szeretnék kijelölni. Oké. A fill-clocknál már mondtam, hogy érdemes ezeket a kijelöléseket úgy csinálni, hogy ha előhozzátok ezt a koordinátrendszert, akkor azt a sarkát, ami legközelebb van az origóhoz, a meccésponthoz, vagy inkább a meccésponthoz. Hát tudja, halász, hogy lehetne normálisan elnevezni. Úgyhogy ez a sarok lesz. És ez a command blocktól följebb egyen, meg x-en minusz 1-re van. Igen. A másik pedig 2-vel följebb, és z szerint 1. Tehát 2-vel följebb, és z szerint... Mennyit mondtam? Igen, egyet mondtam. Jó. Akkor kell egy másik blokk.
akkor most ezt adtam meg először, azután pedig ezt. Na most a másik előnye, hogy ezt így jelöltem ki, hogy amikor meg kell adnom ezt a területet, vagy illetve ezt a tért, tehát a célt, na, hogy hová rakjelem, akkor ugye csak három koordinátát adok meg. Nem újra kijelölöm, hanem csak hármat. De akkor honnan tudja, hogy... Hát egy blokknál ez ugye egyértelmű volt, hogy oda rakja le, de mondjuk egy ilyennel, ami több blokkból áll, ez honnan tudja, hogy akkor ez hogy van? Hát onnan, hogy ezt a koordinátát, vagy ezt a sarkát fogja lerakni. Tehát én most megadom mondjuk ezt fogom megadni, akkor így fogja fölépíteni. Na, így fogja fölépíteni. Így. Ha ezt a koordinátát adom meg, akkor pedig így. Tehát a klón parancs, aminél megadom neki a cél koordinátát, az a kijelölt térnek ez a sarka lesz. Na most azt hiszem, most egész jól sikerült elmondanom. Tehát ez a sarka lesz. Tehát, ha én ezt adom meg, legyen látványos, meg ezt adom meg, így, ezeket jelölöm ki, és célnál megadom ezt, akkor is így fogja lerakni. Tehát a célnál az mindenképpen ennek a térnek ez a sarka lesz. Teljesen mindegy, hogy én hogy jelölöm ki, amikor azt mondom, hogy ide rakja le, ezt mindjárt meg is mutatom, úgy még jobb. Tehát mindenképpen az a sarka lesz, így fogja lerakni hozzá képest. És én ezért javasoltam azt, hogy kijelölésnél ezt a koordinátát adjátok, legyen meg az egyik, amit megadtok, mert így könnyebb egyrészt elképzelni, hogy hová fog kerülni, hogy fog elhelyeződni az a tér, és könnyebb kiszámolni a célt is. Tehát én azt szeretném mondjuk ezt a nagy blokkot, vagy mi ezt a teret, vagy térfogatot pár blokkal arrébb rakni, akkor lemásolhatom ezeket a koordinátákat, és akkor átírom. Jó. Akkor ide mellé fogom. Mondjuk jelöljük ki ezt. 1, 2, 3, 4. Így. Puff. Aha. Igen, egy fokkal látványosabb lett volna, ha úgy hagytam volna a sarkát. Még egyszer. Tehát ezt a koordinátát jelöltem ki, és látjátok, ehhez képest így építette fel. Az is látszik, hogy igen, lehetnek vegyesen a blokkok. Azt is átmásolja, tehát mindent. Tök jó. Akár ládát is rakhatnék vele, az is megy. Elvileg azt is meg fogja jegyezni, hogyha így rakom. Nagyon jó. Tehát ezt a sarkot jelöltem ki, akkor ide rakja le. Mondjuk jelöljük ki ezt a sarkot, ez plusz 1, azaz 5. Illetve mínusz 1. Így. Simán felülírja, itt volt a láda. És ahogy mondtam, ugye ezt jelöltem ki, ez lesz a térnek, ez a nullához legközelebbi. És akkor hiába cserélem át, tehát nem azt néz, hogy én hogy jelöltem ki, mondjuk erre. Ez ugye a fölötte lévő, plusz 1, a másik pedig plusz 1, és x mentén mínusz 1. Vagy még plusz 2, és x mentén mínusz 1. Tehát most úgy jelöltem ki, hogy ez, meg ez. Csak mondjuk máshová. És igen, Z mentén is kellett volna haladni. Így. Tehát ezt jelöltem ki, látjátok, plusz 3, 1, 2, 3, és akkor ehhez a koordinátához képest. Pedig én ezt a koordinátát adtam, meg ezt. Na, remélem ebből tényleg világosan. Úgyhogy emiatt, hogy a klón parancs így működik, javasoltam azt, hogy a filnél ezt a koordinátát adjátok meg, tehát ami legközelebb van ez a meccésponthoz. Jó. Akkor jó sokat beszéltem. Na. Csak eljutottam idáig is. Akkor
milyen módok vannak? Van a replace, ez úgy, hogy van lecseréli. Ez nem kérdés, ez alapértelmezett. Lecseréli, tök mindegy, mi van ott. Előző parancsoknál is működött. Masked. Ez csak a nem levegő blokkokat másolja. Tehát, ha mondjuk, hát nekem ugye még mindig ez a 4 van itt kijelölve. 4, 8 blokk van kijelölve. És ha mondjuk, mondjuk, hogy csináljam. Mondjuk úgy csinálom, hogy így, ezek így hiányoznak, és itt pedig minden blokk megvan. Na most, ha replace-en lenne, nagyon megmutatom. Ha replace-en van, akkor úgy, hogy van oda másolja. Ha ezen a maszkolton van, akkor mindent másol a levegőt kivéve. Tehát, ez is ugye akkor érdekes, ha van már ott blokk. Így. Tehát a levegőt azt nem másolját. Azok a blokkok, ahol itt levegők vannak, azok itt a célon megmaradnak, amik célhelyen, amik voltak. És van a filtered. Ez csak megadott blokkokat másol. Lehet, hogy ez meg kell adni a kettes módot is. Az a baj, hogy ez így nem ír ki mindent. Ja, de jó. Ez se jó. Igen. Aha. Jó, kipróbálom úgy, hogy nem adom meg a kettes módot. Aha, nem is működik. Jó. Oké. Tehát a filtered az azt tudja, hogy csak megadott blokkokat másol, viszont ehhez meg kell adni a kettes módot is. A teljes szintaktika az úgy van, hogy tehát itt mód, az egyik mód, aztán még egy mód, abban megint három másik van, és nem tudom megmutatni, mindegy, majd meg fogom mutatni, és aztán az a blokk, amit szeretnék másolni. Tehát ez a defaultban, ez normál, és akkor ezután megadhatom, hogy Minecraft 2.stone. És akkor itt csak a köveket másolja, mondjuk ez akkor lenne érdekes, ha lenne benne más is. Így ne. És mit írtam el? Ja, nem átmásolta. Ja persze, mert ugyanúgy néz ki. Jó. Így. Így akkor látszik, hogy nem másolja el. Ha itt blokk van, így, akkor ez ugye békén van hagyva. Ez gyakorlatilag ugye úgy olyan, mint a levegős, csak itt én adom meg, hogy milyen blokkal csinálja ugyanazt. Jó. Így. És akkor van még force. Na az van, hogy ja, normál helyet írhatnám, hogy force. Az van, hogyha a cél meg a... Nem. Hogy is mondjam. Tehát amit szeretnék másolni, meg ahova másolnék, ez a két tér meccés, van közös része, vagy meccésben, vagy hogy átfedi egymást, hogy is mondjam, tehát beleír egymásba, akkor jön a hiba üzenet, hogy hopp, ez nem jó. Na, ha megadom a kettes módnál, itt a normál helyet, hogy... És nem egészíti ki. Ja, mert nincs előtt a perjel, igen. Megadom, hogy force, akkor ezt akkor is megtegye meg, hogyha ezek átfedik egymást, mindjárt csinálok rá egy példát. Jó, csinálok rá egy példát. Hogy csináljak egy példát? Mondjuk nem olyan nehéz ide, ezt fogom kijelölni, ugye? X-2. X-2. És ha ezt jelöm ki, mint mondtam, hogy ez lesz a meccésponthoz legközelebbi, tehát így errefelé fogja a képet átmásolni, mert ezek itt átfedésben vannak, ugye. Látszik, hogy ez a két blokk itt, ez így átfedésben van. És hagyom így normálon, meg csak követ másoljanál, hát nem csinálja meg, mert átfedésben vannak. Jön is a hibőzet, source and destination cannot overlap. Jó. Akkor...
Akkor azt mondom neki, hogy... hogy force. Nem kell filterednek lenni, lehet replace. És akkor megcsinálja. Hiába vannak fedésben, nincs hibbőzenet. Le vagy tojva. Ugye látszik, hogy ezt a mód 1-2-t ezt így lehet kombinálni össze-vissza. Most nem fogok kísérletezni velük. Szerintem így is elment az idő. Tehát volt ez a force. És most újra. Force. És van a move. Na ez már érdekes. Ez az áthelyezés. De mondjuk ne ide helyezze át, hanem... mit tudom én... Xbox 3... ide fogja megint áthelyezni. Innen kivágja, és oda rakja. Úgy. Ez az áthelyezés. Ezen szerintem nincs sok... magyarázni való. Ugye... áthelyezhetek úgy is, hogy ide azt írom, hogy... filtered, és akkor csak azokat a blokkokat helyezi át. Áthelyezhetem úgy is, hogy azt írom ide, hogy... mik voltak? Ja, maszked. És akkor csak a nem levegőt másolja át. Akkor mit tudom én... maszkolva úgy is átmásolhatok, hogyha átfedik egymást, meg áthelyezhetek. Tehát, hogy van ez a három mód, ezeket így lehet össze-vissza kombinálni. Azt arra kíváncsi vagyok, azt most így kipróbálom, hogyha azt mondom, hogy filtered, nem kell áthelyezni. Csak a követ szeretném, és megadok egy számot is. Aha, meg lehet adni számot is. Jó, oké. A wiki oldalon az nem volt leírva, hogy utána lehet még ezt is. Írhatok mínusz egyet? Nem írhatok mínusz egyet. Jó, oké, akkor ha így filtered van, és megadjátok, hogy pontosan melyik blokkot, akkor azt is megadhatjátok, hogy melyik data value-t. Hát most így van egy nullás, meg egy egyes, de csak a nullát másolja át. Jó. Remélem érthető volt, de ha nem, természetesen lehet kérdezni. A kézikönyv óvjon.